Na, akkor az évzáró streamet kezdjük egy jó kukoróval. Nem vették meg a gyereknek a mountain bike-ot, azért sír. Lehet. Na, hát akkor készüljünk az agyfaszra. Connect. Play as sorcerer. Skip. Creator's code. Unlock your referral system telling us who you met Kukoro through or who you want to support. Your reference username. VR Janinak mi itt a neve? Én szerintem ezt majdnem biztos, hogy nála láttam ezt a kukorót. Az lehet, hogy VR. Átpróbálom. Creator's Code. Az mi? Referálsz 3. What? Ó! Mi van? Ti már beírtátok a nevemet? Ott a Mucci, ott a Yuza, és a Langlager. És ez? Ez a Jancsi, szerintem. Aha, és akkor itt vannak ilyen szintek. Na jó. Oké. Rob, limited free, na várjál itt. Mik van? Login. De már connected. Ajajajajaj, Jézusom, mi történt? Santa girl. Én leszek Santa girl. Igen, itt a profilom. Creator's Code. Igen, na mindegy, itt van az én creator kódom, hogyha valaki akarja, akkor ezt beírhatja. 38 unit left. Get it now. Jaj, ez pénzes? $3. Na jó, hát na ez lesz az, amire én nem költök. Jó, 38 unit. Limited Santa Girl Missions. Play one day on Christmas from December 1 to December 31. Oké, okay, ja, hogy ennyiféle mission skin van. Te jószagú úristen! Jó, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokféle skin van. Secret skin. Pets és dances. Streamers. Itt van, hogy ki streamel jelenleg. Jó. Training. De nekem nem a stream. Jaj, de szép vagyok. Ne, nekünk nem training kell, mi már jók vagyunk, nem? Kuncsú, köszi szépen a Dikacnak ajándékozott szubot. Nekünk nem a training kell. Pause. Main menü. Itt van Games. Ez a két sor van csak. Only subs. Only kukoró. OFK mód. Na jó, ez mi? Dungeon Raid. The streamer must choose the right viewer at any given moment until all the enemies in the dungeon are defeated. Total Victories, Takony Polip, Yuza és Piszok. Igen, és a második sort még nem csináltad. Jó. Perfect Warrior Game. Viewers must fight in 1v1 to keep being the king of the arena. Hát legyen ez. Akkor kezdjünk ezzel. Let's go. Azt mondja, hogy max unlimited zárójel 16.
Duration Unlimited, Popularity Medium. Jó lesz. Meg kell nézni az összes játékot. Ha valami annyira szar, úgy is szóltok, hogy nem jó. Na, figyeljetek, mondom, hogy mi van. A chat kommandok közül van felkiáltójá kukoró, felkiáltójá stats, és felkiáltójel heal. Itt mi az, hogy kukoró priority? De bazd meg, piszok, ebbe ilyen pénzes csávó. Hallod, őnek ilyen... Na várjál, Sautner és Bence. Hallod, Bencének esélye nem volt. Na figyeld, figyeld, figyeld. Most piszok harcol Sautnerrel. Te figyeljél már, Sautner, mi bűl van? Mondjuk kis gica kap. De nem, ő is akkorákat. 38! Oké, most már nagyon kíváncsi vagyok, hogy Sautner ezt hogy csinálja? Én mondjuk most gondolom szörnyet fog halni. Azt a kurva, azt hittem, hogy megoldja. Oké, várjál, a how to play-re, ha rákattintok. Perfect Warrior Game, turn-based duels, infinite, tehát ezt én állítom majd le. Play from chat, viewer commands, ennyi. After, heal after duel, tehát lehetett volna heal-elni. Aha. Tehát, hogyha befejezed a duelt, akkor utána tudsz magadon healelni a felkiáltójel heal commanddal a chaten. Azt írja, akinek megvan a játék, 6 kritet és dodge-ot kap. Assign a letter from A to Z to each of your stats, attack, defense, speed and life, until you find the perfect combination. This combination will always be the same for your username. Te állítod be az a statjaidat? Combat by trying different letters, stats, A, B, C, D, until you find a combination that makes you the strongest. Oké, nem teljesen értem, de rendben van. Tehát, hogy te mondhatod azt. Oké. És anyja, várjál, anyja beírta, hogy heal. Most látom a cseten, hogy beírta, de fölhílelődött. Megint, Tehát föl tudod magadat hílelni, ha időbe beírod. De a cseten utólag látja. Nézzétek csak Szolát! Szolánál egy pillanatra megjelentek statok. ACM fölhílelte magát. Jó, ez nagyon érdekel, hogy hogy működik, mert ez egyébként királynak néz ki. Oké, Mucsi beírta azt, hogy D-has. A, B, C, D. Attack, defense. Azért, hogyha valaki rájön... Azért, ha valaki rájön, hogy ezt pontosan hogy csinálod, azért azt írjátok már rá, le. Zsemle kutya mit írt? De pasz meg, mire ott látom a cseten, addigra itt már késő. Oké, mi az az a? Purmi. Oké, hiába láttunk ott minden egyes statjánál, Loretta lealázta. Ott most valamit Szola csinált, hogy az atakja D, a defense F, és ki van húzva a másik kettő. A mint atak, D mint defense, S mint speed, és H mint health. Azt ér, oké, ez akkor megvan. De mit mutat?
FGBD most például. Amilyen sorrendbe írjuk, az lesz nagyobb, mint... Na, aha. Oké, én ezt nem értem teljesen. A heal részét értem, tehát ha szépen időbe beírod a healt, akkor a fight után azonnal fölhílelődsz. De mi az, hogy tehát állítasz valamit a statjaidon? Hogy melyik legyen erősebb, melyik legyen gyengébb? Vagy csak azt állítod be, hogy legyen olyan statod? Amúgy ha akarjátok, figyelj, várjál, ilyenkor ez most lepauzolódik. See full guide. Várjál, mondom, jó? How to master perfect warrior. This is a guide to masterize the minigame perfect warrior from Kukoro. Oké. Stats. Change your stats, tehát te állítod a statjaidat. You can change all your stats at time with the command. Letters will apply in this order. Attack, defense, speed, health. ODSH. Eddig ez megvan, ugye? Azt mondja, hogy a crit az nyilván random. You will have a chance that your hit becomes critical. It will multiply normal damage szer 1,5 and will be shown as a red number. Oké, gondoltam, hogy ezt jelenti a crit. You have a chance to avoid the next attack. Ezt is értem. Advanced tips. Azt mondja, change all stats to the same letter at time with stats O. If any of them doesn't convince you, increase the letter to the next one. O. Mind that all your opponents will have different stats. If you want to calibrate them perfectly, try to fight the same enemy with the same stat a lot of times. Ezt így ettől ti most értitek, hogy mi van, bazd meg? Mi a különbség az A és mondjuk az A között? Az, hogy a harmadik, ami micsoda? Ami a speed, az nem A-s, hanem B-s. De mi a B? Hát ez az, kegboom. What the B? Are the stats sorted in progressive order? It's not. Values are ordered randomly for every stat and player. Here is an example. Figyelj, na most tudjuk meg. A az egyelő 100%, B 5%, C 95%. Tehát magyarán kurvára random minden. Tehát lehet, hogy egy A az rosszabb, mint egy abba. Érted? Na érted, hogy nem érted? Érted, hogy nem érted? Abba mi a logika? Pontosan? Jó, nekem amúgy ez tetszik. Valamiért ez a pixel valamik ütik egymást, amit neked kell kitalálnod a háttérben, amiben semmi kitalálható nincs, mert halál durván random, ez tetszik. Ez lehet, hogy olyan, mintha szlotoznánk.
És igazából most akkor az van, hogy itt ütögetitek egymást, mondjuk zsemle kutya, ha nem hílel fel, akkor már baszhatja szegény. De 4 killje van. És akkor itt most azt kell elérnünk, vagy azt kell elérnetek nektek, hogy a legtöbb killt ki tudja összeszedni? Én nem tudok csatlakozni ehhez? Ja, igen, egyébként ide kellene rakni a webcamet, és akkor nem takarnak is semmit, de szerintem ennél a játéknál tökéletes helyen van most a játék, nem? Igen, Santián, azt mi is látjuk. Tehát amikor beírod a statot, akkor itt egyébként kiírja, ez tök jó, csak ugye nem tudjuk, hogy az mit jelent. Hát tudod, Ricska is beállította a statjait 4 darab A betűre, de nem tudjuk, hogy ez a 4 darab A betű vajon jobb-e. Azzal lehet mókolni, hogyha... ez jó, Loretta beírta, hogy anya. Azzal mondjuk lehet mókolni, hogyha meg akarjátok nézni, hogy a különböző statok, ugye azt írta a guide-ba, hogy ugyanaz a stat kinél mit jelent. Tehát, hogyha mindenki kizárólag azt írja be mondjuk, hogy abba, akkor meglátjuk, hogy két abbás hogyan harcol egymással. Mert csak akkor lehet összehasonlítani, hogyha ugyanazt írja be mindenki, és látjuk, hogy kinél mit jelent. Gondolom, így kell kitapasztalni amúgy. Purmi 3 killnél jár. Jó, ez egyébként végtelenített, tehát hogy ez akár a stream végéig is tud menni. Nyilván mást is fogunk játszani. Purmi 4 kill. Hoppá. Oké, Purmi valami nagyon jó stat kombót talált. És kiírta, hogy új rekord. Igen, Purmi kombója tűnik most nagyon erősnek. Ő most valamit nagyon eltalált. Most arra kell rájönnötök, hogy ki az, aki meg tudja verni Purmit. Hát ennyi. Drakon is megtalálta a kombót, ami megölte. Mucsi megkukizta magát. Oké. Okay. Én tudom, hogy ACM-nek ugyanaz a kinézete, mint zsemle kutyának, de az a baj, hogy ACM-mel már találkoztam élőbe, és annyira jól reprezentálja ez a karakter azt, ahogy kinéz ACM. Tehát az nagyon el lett találva. Ugye? Tehát a kis dupla coffos leányzó. Hú, Drakon is lemaradt a heal. Most a botos kislány megver. Hű, nem! Azt a... Lehet, hogy új rekord jön? Jó, itt majd ti szóljatok, hogy ezt meddig akarjátok nyomni, mert ugye ez végtelenített, tehát ez addig megy, ameddig én le nem állítom. Az még nem new rekord. Lorettát meg kell verned ahhoz, hogy te legyél a rekorder. Á, de nem tudod megverni, Loretta hatalmasat rak. Purmi taktikáját használtam, nem vált be. Igen, mert ugye azt is mondta emellett a játék, hogy attól függetlenül, hogy mondjuk ugyanazt írod be, mint egy másik player,
neked lehet, hogy más a kiosztás. Tehát egy, lehet, hogy neked egy négyszeres A betű, az sokkal kevesebbet ad, mint egy másik embernek a négyszeres A betű. Statsz, avid. Na, azzal nyerned kell. Én nem tudok egyébként, na várjatok már. Ha én beírom a csetemre, hogy felkiáltójel kukoró, akkor én is csatlakozok? Ott vagyok, ott vagyok! Figyelj! Felkiáltójel statsz avid. Beállítottam a statjaimat avidra. Jövök én is, jövök, jövök. Nem kaphatnék valami prioritást? Igen, most jönnek a kreatív stat beállítások a négy betűs szavakkal. Puna, azt mondja. New record. Hallod? Bence mekkora lett? Na, Miucsi, nézzük! Hallod? Bence 13 killnél jár. Wow! Na, kislány, botos kislány? Hát ACM csak karcolgatja. Úristen, úgy néz ki, hogy Bence verhetetlen. Wow! Most nem tudott, de fölhílelte magát. Mindjárt én jövök. Azt a kurva életben mekkorákat üt. Na figyeld! Na Bence! Figyelj, beszéljük meg! Bazze! Mi a fasz? Nem bírunk bazzek Bencével! Ha de miért rám vert? Úgy érzem, hogy hogy valamit Bence nagyon eltalált. Egyszerűen nem bírjátok megverni. Egyféleképpen tudjuk megverni Bencét. Tudjátok, hogy tudjuk megverni Bencét? Mondom a tutit. Fogjuk, egy 10 perces TO-t kap a cseten, hogy ne tudja magát felhílelni. 500 IQ, és akkor meg tudjuk verni. Úgy érzem, csak úgy tudjuk megverni. Hát
Hát nem bírjátok lekarcolni az ember HP-ját. Harmincegy killnél van. Mindjárt akkora lesz az emberünk, mint a képernyő. ACM, the Bence killer! Ő már nem player volt, hanem boss. Hallod, Bence, hatalmasat mentél. Ja, hogy ACM azért nyert, mert megkapta a reha boostot. Juzának kell a skinje? Milyen skinje van Juzának? Ja, az Admirál Barós? Panda? Na jó, figyeljetek, 0-1 van, ezt 0-5-kor leállítom, jó? De hogyha tetszik nektek, akkor visszarakjuk majd még később, de nézzünk másik játékot is. Stats killer. De olyat nem tudsz beállítani, csak 4 betűs lehet. Az a baj, hogy nem fogjátok tudni megdönteni szerintem egyébként Bencének a rekordját, tehát 30 valamennyit ölt. Hat van. Eddig mi volt a legnagyobb damage, amit láttunk? 69 volt? Hát ez ami elképesztően durva. Amit én kaptam, persze. Na de, hogy én kaptam azt a 69-et a pofámba. Igen, az avit statok nem voltak jók. De jó, még egyszer visszajövök. És a statomat beállítom Buékra. Ha már jön az új év, teljesen boldogan. Stats kill! Az sem rossz ötlet. És ez abból a szempontból jó, hogy egyrészt csatlakoznod kell, és healelned is kell magad a cseten, tehát igazából ez is megint egy jó chat interakciós dolog. A bujék nem jött be, csak szólok? De lehet, hogy nekem bejön. Bár ACM-nél az anál az valószínűleg nagyobbat fog menni, vagy lehet, hogy hatalmasat fog kapni a seggébe. De Bence megint nagyon nagyot megy. Bencének mik voltak a statjai? Azt látta valaki? De nézzük, a fiú az megint darál. A defense megint olyan bazdnek, hogy ötöket ütünk rá. Hát ez megint csal. Abba volt. Na most nem tudod fölhílelni.
Á, de nézzek most meg, igen. Oké, úgy látom, hogy ennek a game módnak, ennek Bence a királya. Na nézzük, a bujék bejön-e. Pafaszom, dehogy jön. Oké, azt hiszem eldöntöttük, hogy nekem nem lesz boldog az új év. Kiütött nekem egy új skint, igen. Várjál. Ezt kaptam? Blue Gnome. Na figyelj, ezt ha most ő ütötte ki nekem, akkor ez azt jelenti, hogy ez a Blue Gnome, ez nyerni fog. Kukoró. Jövök. Ez az utolsó most már. És stats. B-A-A-B. Várjál, és az A sárga volt. Stats. A-A-A-B. Az A-A-B sárga lett most. Stats. Az A-A-B sárga, a C-A-A-B. Nem. Felkiáltójel stat D A A B. Az sárga. Felkiáltójel stat E A A B. Nem. Felkiáltójel stat F A A B. Az A-A-B-m sárga, de az atakom az nem lesz az. Felkiáltójel stat. Legyen H-A-A-B. Most beírtam? Beírtam, de nem csinált semmit. Mert nem jól írtam be. Felkiáltójel stat. H-A-A-B. Amindegy, nem tudjuk, de az A-A-B-m az sárgával van írva. Az atakom, tehát az első az nem. Próbáltam valamit kiokumlálni, de nem jött össze. Lehet, hogy az a jó, hogyha sárga színű? Az jelenti a jót? Mert ha megnézitek, nálatok is. Mindenkinek saját magának kell megtalálnia szerintem, hogy nem tudom, hogy egyáltalán az bármit jelente. Igen, a sárga jó. Tehát nekem az atakom nem jó, de minden másom jó. Aha, mert elég keveset kapok. Aha. Én automatikusan fölhílelődtem. Stat. I-A-A-B. Ez még mindig nem jó. Ne kúrjál már! Így hogy találom ki, hogy mi a jó? Na jó, ide még vissza kell jönnünk, ide még vissza kell jönnünk. Ez mi? Everyone can respawn. No one can respawn. És akkor így lesz vége. Most már nem lehet respawnolni, ez ha lemegy, akkor lemegy. Tehát akkor ezek szerint, ott az például Kaustusnál van egy három sárga, aha. Jó, akkor most már kitaláltuk a játéknak a lényegét. Tehát addig kell basznatod a statjaidat, ameddig meg nem találod azt, aminél mindegyik sárga. De az, hogy sárga, az nem tudni, hogy mit jelent.
Csak azt tudjuk, hogy más. Nem fehér, hanem sárga. Jó, hát ezt azért kimondhatjuk, hogy bár most már azt hiszem, hogy rájöttünk valamire, még mindig az van, hogy Bence a legjobb. Erre valahogy Bence ráérzett. Hoppári! Nem tudom, hogy csinálta. De nagyon ti sem írtatok semmit, hogy rájöttetek volna. A végső győztes, Lias. Oké, ez mit csinál? Jaj. Aha, ez a Twitch chatre írt be valamit. Oké, nem vagyok benne biztos, hogy így rájöttünk a dolgokra. Ott van, hogy a Session Victory 31 killel volt Bence. Jó, ez egyébként tetszett, de ez egészen addig lesz nagyon izgi, ameddig rá nem jövünk, hogy ez hogy megy, nem? Továbbra se értettem én se, azt már láttam, hogy van különbség sárga és fehér színű stat között, de hogy pontosan mit jelent, azt nem tudjuk. Jó. Bőrönd. Roleplay Frontier Game. Viewers must convince the streamer to let them enter his country regardless of what their passport says. Én egy határőr vagyok, és a ti útleveleiteket nézem, hogy beengedjelek-e az országomba, vagy nem tudom, hogy hova, de az országba, és meg kell győznötök. Igen. Jail per ban. Jön kukoró. Get info VX leave. Itt van Miucci. Ő egy hotdog árus. És akkor most mit csinálok? Country trends. Hand to hand. Combat. Ez mi? Egy. Ja, hogy itt a chat szavaz. Micsoda? Kaustus, you are a comedian from South Africa. Oké, Miucci egy hotdog árus, és te vagy elfogadod, vagy nem. Funnier luggage, passport customization. Okay, hand-to-hand combat becomes a national sport and symbol of social status. Radical groups of bold men. Kupasz emberek! Rise up against the inhabitants with hair.
Egy kedve... Jó, ha őt most beengedem... Ez a játék. Szia Tamás, köszönöm a 19-et. Jó, Loretta egy komédiás. Keys, receipts and 5 gram antenna. 5 gram antenna van nála. Szia uram, nem lopott. Van egy cigid? Hát azt mondják, hogy Loretta ne jöjjön. És a jail perban az mi? És ott van fent! Ott van fent Miucci, aki a határőr! Ő kopasz! Várjál, Bence! Scrap dealer! Boxing gloves? Ez szar! Ja, te a Mikulás vagy. Á, látom, oké. Azt mondják, hogy X. Ó, Kata, kérlek szépen, az underwear designer, ő férfi tangákat dizájnol. Keresem azt, hogy ez a játék miért jó. De hogy ez csak így ennyi, hogy kattintok, hogy Attila Fisherman. Á, nem kell nekünk horgász. Lias, az konkrétan egy géniusz. De itt csak annyi, hogy én kattintgatok, hogy igen vagy nem. Esküdöm vagyok kopasz. Kaustus egy komédiás. Gold membership card. Hello, my name is brother, és I beszél hunglish lenni perfect komédiát. Hát ez jó szar. Hát ezt hagyjuk. Hát ennek semmi értelme. Tehát próbálom azt is látni benne, hogy ez mitől lehetne szórakoztató. Ha nem nézem a csetet, most az én oldalamat nézem, tehát ha nem nézem a csetet, csak játékon belül, akkor amit írtok a csetre, az nekem a játékon belül felpoppolt. Emellett látom azt, hogy a cset mire szavaz, és azt én vagy elfogadom, vagy nem. Vicces rész lehet az, hogy kinél mit dob föl, mint passport info, de hogy így, ez szerintem nem. Viewers must reach the goal while they try to slow down their rivals. Na ez jó. Itt valami versenyfutás lesz, miközben egymást megpróbáljátok lassítani. Igen. 12-en állhatnak oda. Hit up, up. Tehát chat commandok, én indítom el. Chat commandok a következők. Be the first viewer who reaches the goal. All the chat can knock down racers to slow them or get them up to help. Tehát mindenki, aki a chaten van, és beírja azt, hogy felkiáltójel up, bocs, nem, úgy mondom, 12 ember van ott, aki játszik egyszerre. Ha azok az emberek írják be azt, hogy felkiáltójel up, akkor saját magukat boostolják. Eddig tiszta sor. Ha nem vagy bent abba a 12-be, aki ott játszik,
De a cseten beírod azt, hogy felkiáltójel up, és annak az embernek a user nevét, akkor annak segítesz. Ha valaki neked nem szimpi, akkor beírod, hogy felkiáltójel hit, és azt a user nevet, akit meg akarsz ütni, és akkor őt lassítod. Players will run automatically. Use the chat commands to take down your opponents or get up and keep running. Automatikusan szaladsz, de gondolom, ha pofán vágnak, akkor elesel és újra kell. Aha. If you have not entered the game, you can still participate by pushing or helping. Igen, ez az, amit elmondtam az előbb. Add the random text at the end of your text command if you want to avoid the chat anti-spam filter. Ja, értem, de nekem azt hiszem, hát mondjuk lehet, hogy van valami anti-spam filter beállítva, úgyhogy sokszor egymás után, ha gyorsan írjátok be ugyanazt, akkor lehet, hogy ki letilt a bot, és ezért tanácsolja a játék, hogy valamit írj még mögé. Egy pontot, egy veszőt, egy cookie-t, bármit. Aha, jó. Oké. Na nézzük, hogy ez hogy működik. Tehát automatikusan... Oké, piszokot valaki kiütötte. Azt erősítsétek meg nekem, hogy ha valakit kiütnek, annak ő magának be kell írnia, hogy felkiáltójel up, és csak akkor kell föl, ugye? Petlev beért. Petlev lett az első, Loretta a második, Piszok a harmadik. Én is akarok futni, én is akarok futni! Mondjuk én célba nem fogok érni, bazd meg, mert csak a földön fogok feküdni, ez egészen biztos. Itt az nyer, akinek bonyolultabb a neve, és nem bírod beírni, mert olyan hosszú. Ja, bakker, akkor ezt elrontottam. Na jó. Elindulok, és már pofán fog verni valaki. Nem már! De nem már, bazd meg! Hát csak fekszem a földön! Hogy lehet ennyiszer pofán verni engem? Engem kellene beküldenetek a célba! Ne már! Fussá, köcsök, fussá! Igen, és jó volt? Hadalik volt. Komolyan? Egy faszi volt, én nem tudom, az egész éves bevásárlását. Az igen. Hát három kocsi kuposan voltam. Futok, mindjárt megnyerem, Manó. Nyertem! Ügyes, hogy ki ellen? Mindenki ellen, pedig mindenki engem pofán vágott. De befutottam. Egy gyökérjáték. Ez egy nagyon gyökérjáték, de ez nagyon jó. Unlockoltam egy skint. Lencsét kerestem. Az aladiban még volt. Igen? Csinálok lencsét. Jól van. Hajrá, hajrá. A kengyelfutó gyalogkakuk leszek most. Meg 10 kólát vettem. Jó, az jó. Az 5 whisky kóla. Igen, de ketten leszünk krappával. De krappa megmondta, hogy nem fog viszkizni. Hogy ne viszkizne krappa? Úgy fogja nyakalni, mint kacsa a nokedlit. Hát akkor csak ötöt isztok.
Azért mondom, itt fog, ott fog fetrengeni az izén a előszoba padlón krappa, szerintem 2 óra után. Köszönöm, pihém, a támogatást. Milyen támogatás, bazeg? Én többször feküdtem a földön, mint bárki más. Tudjátok, hogy mi volt az egyetlen, hogy Ctrl-C, Ctrl-V-vel álltam föl. Mi lesz a menü este? Azt nem tudom. Beus is főz valamit, és azt is hozzák. Meg Zsani is főz valamit. Én a whisky kólát és a gin tonicot fogom keverni este. Na jó, van, én ezt megnyertem, úgyhogy nyomjatok még egyet ti. Igen. Volt egy szitu most az Aladinál. Jöttem, készítettem a faszi, azt hitt, hogy én már kiértem. Mi lefinktak? Nem, a szatyrommal, nem, ment be, és tudod, az a jó recsegő. Kajak, de téged lefingott az Aldiba? Nem, messze volt tőle. Ja. Tudod, a két fotocellás ajtó között azért van egy olyan 4 méter vagyok. Aha. 4 méterről hallottad, hogy fingott a csávó? Nem, én még bent voltam a fotocellás ajtón belül. Ő azt hitt, hogy én már rég kiértem, és mielőtt ő bement, megállt, gondolom elfingotta magát, hátra néztem. Mondom, hogy az Isten, ez is. Jaj, Istenem, lehet, hogy be is szart mellé. Te meg karcolt a vége. Zsani rappel is? De nézd meg, ez a zseb rapper Zsani. Amúgy ez a te sapkád, mert neked vettem. De gondoltam, hogy mindig az én sapkáimat hordod. De ezt én vettem. Ennyi. Csak pont ott benn vagy a kamera szélén, és látják, hogy izé rapper Zsani megjött. A másik az gusztustalan volt. Rap Mikuné. Ennyi. A másik meg gusztustalan volt. Uh-huh. Állatkórházból kanyarodtam, járok a piros lámpán, a beáteli meg bizony is. Az is jó. Mondd, ki ordítottam, hogy gusztustalan, vagyis hátra is nézett. Hát, érted, ha fikázni kell, hát ez biciklizés közben is jön. De legjobb akkor is. Mhm. Uh-huh. Jól van. Miucsi az első, csak szólok. Nem neked mondom. Én tudod, közben streamelek egy kicsit, azt velük beszélgetek. Azaz, jó van, helyes. Aha. Jó. Oksi. Na ki nyert? Santián. Az igazság, hogy azóta, hogy én nyertem egyet, de egy nyomi, vagy végre nyertem volna. Azt, hogy a rohagy meg ACM. El se hiszem. Látod? Ide kell jönni nyerni. Akartok még ilyet, vagy menjünk tovább? Jöjjön másik játék, nézzük meg, hogy mik vannak még, jó? Main menü. Eddig szerintem az a bunyós volt a legjobb. Blade Game. Max 100 ember játszhat, tehát ide elég sokan be tudunk kerülni. Körülbelül 2 percig tart. Minden 20.-30. másodpercbe meg fog jelenni egy kés, ami átmegy a platformon, amin a legtöbben vagytok. Aha. Jó. Spawn streamer. Tessék, ott a kengyelfutó gyalogkakú kavid bal oldalt. És hogyan? Itt van. A felkiáltójel kukoróval bespawnolsz, és a felkiáltójel A-val bal oldalra mész, a felkiáltójel D-vel jobb oldalra mész.
És mi az, hogy most, de hát, hogyha ezt így tudjuk, hogy most crowded, akkor most például tudjuk, hogy fixen baloldalt fog jönni a penge. Itt várok egy picit, meglátjuk, hogy hányan csatlakoztok. Ja, és akkor ugye dinamikusan változik, hogy melyik oldal az, amennyi többen leszünk, mert ugye a felkiáltójel A-t, meg a felkiáltójel D-t fogja spamelni mindenki. Mozgunk jobbról balra, és azon az oldalon megy át a penge, ahol a legtöbb, ahol többen vagyunk. Mondjuk az a durva, hogy elég hamar felezi akkor legalább a társaságot. Igen, ahol aktuálisan a legtöbben vannak. Na jó, de hát abban a pillanatban ott azonnal hatalmas mennyiségű ember meghal. Tehát ez nem egy hosszú játék. Mondjuk azért is írta, hogy körülbelül 2 perc. Oké, csatlakozik még valaki? Vagy 36-an vagytok, akik játszani akartok? Jöjjenek a botok? Rá lehet kattintani, hogy bespónoltathatok botokat, hogy tele legyen a pálya. Ja, várja, nekem még be van írva, hogy felkiáltójel app a chatre. Nem kell bot? De nem jobb az, hogyha 100-an vagyunk? Mert akkor inkább feltöltöm. Te magadat se látod. Nem is kell látnod magadat, érezni kell. Jó, figyelj, én spónolt... Mi? Na figyelj, így úgy tűnik, mintha kurva sokan lennénk a játékba. A botok nem tudom, hogy mozognak-e. Látjátok, hogy mozognak a botok? Amúgy nem. Na jó, nézzük, indítom. És mikor megy a Blade? Ja, 20-30 másodpercenként jön a kard, addig lehet mozogni. De ahogy látom, a botok nem is mozognak. De, bot Cynthia megmozdult. Aha. Oké. Okay. Ajaj. Hát az... Ez így meg is van. Értem, és akkor az van, hogy már látni fogjuk, hogy melyik oldalra mondja azt, hogy többen vannak. Mert oda megy a kard, de kell az, hogy mondjuk, ha te gyors vagy, akkor még át tudsz menni. Én tudod, figyelj, 500 IQ-s tax. Ha te benyomod mondjuk azt, hogy az egyik oldalra menj át, és frissen éppen át... A Mike most beleszalad. Ó! Adott időt. Tehát figyelj! Szerintem a taktika az, amit Sautner csinál. Ő már majdnem rájött. Ha beírod azt, hogy mondjuk felkiáltójel A, és elindul a karaktered, és éppen átérsz a felező vonalon, és már beírod a felkiáltójel D-t, akkor lehet, hogy a határon tudsz mozogni folyton, és gyorsan azt írod be. Érted, hogy mit mondok? Ha a legszélére visz, akkor mindegy. Hát de nem visz a legszélére, nem? Vagy nem tudod azt mondani neki, hogy... ahogy frissen átértél, spamelted is rendesen. Ó, értem. Akkor mégsem működik az 500 IQ-s taktika, amit... Az oké, okay, azt én értem, hogy random visz egy bizonyos spotra. Mike majdnem átért. Azt értem, hogy random visz az oldalon belül valahova. Viszont a kérdés az az,
hogy te meg tudod-e adni neki az inputot a visszamozgásra, még mielőtt megáll-e a karakter, vagy nem? Most komolyan bot Natália nyer. Bot Natália és bot Janelle. Baromi nagy a delay, aha. Na nézzük, Natália vagy Janelle? Natália vagy Janelle? Ezért nem kellenek a botok? Na, figyelj! Most komolyan... Azért nyert Natália, mert föntebb állt. Jó, ebből kell még egy. Jó, én bespónoltatom a kengyel futógyalog a vidot. Jó, akkor azt mondjátok, hogyha nem kell, nem kellenek botok, akkor most nem spónoltatok botokat, akkor leszünk egy ilyen 30-an körülbelül. És van, és én is, hogyha most beírom, hogy felkiáltójel A. Hát én beírtam, hogy felkiáltójel A, azt sem erre nem mozdultam. Azt nem mondta, hogy nagy A-t kell beírni, de nem hiszem. Nem, itt még most nem mozgunk. Vagy legalábbis én nem tudok mozogni. Neked elég oda klikkelni? Aha, jó, azt majd meglátjuk. Kurva delay-es, hát de ennyire? Ennyire, hogy én még mindig nem mozdultam meg? Mondjuk azt írta is direkt ennél a játékmódnál, hogy nagy a delay. Jó, figyelj, 36, induljunk el. Hát én hiába kattintok, mert ilyen felkiáltója A. Hát bazd meg, én nem is tudok mozogni. Hát én ott állok, mint fasz a lakodalomba. Ó, nem, én a VOSD-vel mozgok. Ó, de hát én, hát ez így akkor kurva jó. De bazd meg az anyád, most mozogjál! De miért álltál? Úristen, mi volt ez a felkiáltójel? Hiába nyomtam utána bármit. Az anyádat, hát az mi volt? A beírás és az elmozgás között a delay az azért van, mert ez direkt ennél a játékmódnál így van. Azt írta is az elején. Minden játéknak az elején kiírja, hogy hányan játszhatnak, mennyire populáris a játék, és mennyi a chat delay. Tehát ez direkt van így beállítva ennél a játékmódnál. Ami nem én állítom be, hanem így van beállítva. Például a futósnál, amikor a felkiáltójel up, meg a felkiáltójel hit volt, annál például nagyon kevés volt. És piszoknak azért más a színe, mert neki megvan a játék. Azt figyeld, azt figyeld, azt figyeld. Ah, igen, oké, okay, oké. Okay. Piszok úgy van vele, hogy ő olyan, mint a beton. Érted? Ő inkább meg sem mozdul, mert tudja, hogy ő lesz a nyerő. Mondjuk ez most annyira nem jött be. Benjamin, te nyertél, és ezért én kaptam egy skint. Na, mit kaptam? Hát ez nem tetszik. A kengyel futó gyalogkakuk az sokkal, ez egyébként Loki. Jó, ebből csinálunk még egyet, mert én rá akarok jönni, hogy én hogy mozgok.
Tehát nézzétek, én a VOSD-vel mozgok. De mi volt ez a felkiáltó jel, amikor nekem felkiáltó jelen volt? Tehát azért a VOSD az elég nagy cheat. De láttátok, hogy amikor megmozdultam, akkor utána kaptam egy felkiáltó jelet, és nem tudtam mozogni. Spameltem. Aha, jó, hát én itt megállok a szélén, és kész. Aha, jó. Gondolom van egy határ. Jó, jó, semmi gond, semmi gond. Nem azt jelezte, hogy ott jön a penge? Hát, de azt látod fizikálisan, hogy jobb vagy bal oldalt van a penge. Szerintem szimplán az az volt. Amúgy meg az a kengyelfutó gyalogkakuk, az még jó is színekbe. Kb. Olyan, mint a bagjunk. Na, még várok egy picit, aztán elindítjuk. Ez annyira nem tetszik nektek ez a játék. Vagy csak nem akartok sokan csatlakozni hozzá. Az a baj, hogy ez csak egyébként a Twitch chatet nézi, nem tudom, hogy YouTube-on. Aki YouTube-on nézi, srácok, a streamet, ez a game, ez kizárólag a Twitch chattel van összekötve. Tehát, hogyha a Twitch chatemre írjátok be a felkiáltójel kukorót, mindig akkor tudtok csatlakozni a játékhoz. Be se enged? Hát, hogy ne engedne be? 30 per 100. Papucsórán pamutbajt, ott vagy jobb oldalt fönt. Szóval kövess be Twitch-en is, lefordítom Avid mondandóját. Hát szerintem egyébként, aki YouTube-on nézi a streamet, nem szoktak sokan lenni ott. Azok már szerintem Twitch-en is követők. Sautnernek mi az a skin? Mewtwo pedig egy koala lett? Azaz, Pompom már iszik. Na jó, figyeljetek, indítom, és kíváncsi vagyok, hogy én akkor hogy tudok mozogni. Jó, én nyilván kivárom az utolsó pillanatot, és akkor átmozgok, hogyha kell. De vajon az működik? Jó. Tudjátok, hogy van megoldva, srácok? Amint megjelenik a kard, én már nem mozoghatok. Abban a pillanatban jelent meg a felkiáltójel a fejem fölött, amikor a kard valamelyik irányba elbillent, tehát én utána már nem tudok mozogni. Így van megoldva. Én is ezt csináltam, Kazi. Ez jó pofa. Killer Hammer Time megoldotta. Te meg sem mozdultál direkt a játék során? De még át akartam volna mozogni. Jó, ez szar, ebben nem tudok nyerni. Jöhet a következő. Stampede Control Game. Max 500 ember, hát ez minket nem izgat. Körülbelül 5 perces. A popularity mid és a delay az low. Tehát ez gyorsan fog reagálni arra, ha beírtok valamit a chatre.
A stampede of characters will cross the screen. Count them all. Oké. Okay. Át fog menni csomó valami a képernyőn, és meg kell számolni. Igen. Ah, ja, értem, meg kell számolnod, és utána beírni egy számot. Nehéz lesz. Na, akkor szemeket kitágítani. És akkor majd így kell számolni. Én pont annyit láttam, Józsi. Ma jön Miucsi a nagyítójával. És majd számol. Mondom én, hogy 9 volt az. Igen. A vége szinte lehetetlen? Sose mondta, hogy lehetetlen. Lehet, hogy valaki ilyen esőember a cseten, és mindent tud. Jó, figyeljetek, akkor körülbelül azt látom, hogy ezzel a kukoróval ilyen 30-an akartok játszani. Tehát, hogyha ilyen 30-as szám van, akkor már lehet indítani. Na nézzük. All going right. Oké, okay, most balról jobbra fognak haladni a valamik. Meg kell számolnatok, hogy mennyi. Az segít, ha én közben üvöltöm, hogy 6, 8, 9, 10, 13, 2, 4, 5, 7, 2... Ez segít közben? Oké, aki 18-at számolt, az már mehet is a kispadra. Oké, okay. All the Ridleys. Akkor most csak ezt a karaktert kell számolnotok, aki úgy néz ki? Vagy nem tudom. Mindegy, nem tudom, nem mondtam semmit inkább. De szerintem igen. Lenémítod és mondhatod. Azt kellett számolni, akit feldob, aha. Na, nézzük, ki mennyit számolt. Aha. ACM kivár, ACM nem tudja, hogy mit számol. Ja, ACM nem válaszolt. Oké, okay, most mindenki balra megy. Tehát azt számoljátok, aki balra megy, elméletileg. Ez jó. Én a végére értem, én meg tudtam számolni az összeset. Szerintem 27, ne? A 26-28 az nem jó. Útba van a chat? Nem, a chat nincsen útba, az nincsen benne a játékba.
a chat, ne, tehát ez innentől indul a game, ha megnézed. Az csak a kóborapácák megtévesztésére van, nézd meg, hogy ezt a blurt, ezt ki tudom szedni. Látod? Tehát ettől eddig tart a játék. Az csak egy effekt mögötte. Megtévesztés volt itten. Huszonkettő! Egy ember tudta ezt megszámolni? Kis Gica, te voltál az egyetlen? Ennyi. Feketén jobb? A pont ez a lényeg, hogy ne legyen neked jobb. Hát Kis Gica, gratulálunk. Akartok ebből még egyet? Nem is számoltam. Persze csak mész a csettel. Kancsal is lettem. Ez mi? Jaj, le tudom tiltani, hogy ne tudjam beszélni. Mehet? Jó, most már tudjátok, hogy mit kell nézni. Jó, ezt ha akarjátok, ezt csinálhatjuk fekete háttérrel. Nehogy erre tudja fogni valaki. Na, még a végén arra fogjátok, hogy jaj, túlságosan zavaró volt az a háttér. Azért nem tudtam megszámolni. Ez az Kis Gica, kapsz egy pecsétet az ellenőrződbe, tökéletesen tudsz elszámolni 1-től 22-ig. Még szerencse, hogy nem 23 volt, mert azzal lehet, hogy meggyűlt volna a bajod. Ja, hogy én voltam a zavaró, az Avid kamera. Pedig direkt még random számokat sem mondtam. Pedig azt úgy kellett volna csinálnom. Én most nem tudom már, hogy itt mi történik ezzel a customer service-szel, de megbolondulok. Na! 41-en vagytok most bent. Indulhat? Túl sok a vér az ereimben. Menjen, ennél már nem lesztek többen. Na, let's go! A lokikat kell megszámolni, akik jobbra mennek. Ott van egy Loki. Segítek az első körbe. Ott a második, már kettő. Három, négy. Hoppá, már négy. Szerintem a helyes megoldás négy. És most kiírná, hogy 5. 4! Ez az! El tudtam számolni 4-ig. Oké, all going left. Mindenkit meg kell számolni, aki balra megy. Oké. Segítsek most is? Szerintem 14. Tudtam, hogy kell a segítség.
És a helyes... 14! Ez az! Még mindig tudok számolni. Oké, megint azt kell megszámolni, akik balra mennek, de most nem segítek ebbe a körbe. Itt aztán van 22, 23, 24. 24-et írjátok a legtöbben. 24 nyert. All the yellow clowns. Hoppá, Ronald McDonaldot kell számolni, akár jobbra, akár balra megy. Ez már jobb, ez már nehezebb. Pláne, hogyha még azt mondom, hogy 9, 2, 8, 7, 10, 11, 1, 13, 14, 15, 2, 8, 7, 3, 6, 5, 20. Szerintem lemjútolták a streamet. Na nézzük, itt aztán most sokat írt, sok különböző. A 22-t írtatok a legtöbben. 22. Hát, Mucsi. A pihét megtévesztettem? Except, na ez. Mindenkit számolni kell, kivéve az egy... Jézusom. Hát ez hogy? Ezt hogy? Felkiáltóját feladtam. Hát ezen én is elbuktam volna. Ez hol... Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezt hogy tudjátok szem. Egyszerre számoltátok az összeset, majd utána kivontátok, de akkor két kül... Loretta! Loretta volt az egyetlen, aki tudta! Eső ember confirmed. Ennyi. Azt mondják, hogy tippelt. Hát akkor ő tippelt egyedül jól. Többen tudtuk, csak ő volt... Oké. Sokan írtak 30-at. Ja, látom. Többen írták. De hogy számoltad? Linda, te is eltalál... Ja, nem, te 28-at írtál. Aha. 8-an írtatok jót. Kuncsú... Papucs, Anna, Sautner, Benya, Santian, Kausz és Loretta. De a Loretta volt a leggyorsabb. Számoltam mindet, csak a botosat nem. Easy. Kemények vagytok. Na jó, nézzük a következő gémet. Shrinking room, tehát egy összeszűkülő szoba. A chat delay nagy. Popularity low. Ezt nem szeretik általában az emberek. Körülbelül 3 percig tart. Stay in the safe zone to avoid being hit by the spikes. Egy Battle Royale játék.
ADE, opa, ADS, ASDS. Ezzel lehet mozogni. Mert erre kíváncsi leszek. És akkor itt se akartok botokat? Csak ti akartok bent lenni? Nem kell bot. Jó, akkor nem botozunk. Közben Tamásnak még egyszer nagyon szépen köszönöm a tier 2-es 5. hónapját. No bot. Jó, jó, akkor csak ti vagytok, nincsenek botok. Nobot, örülök, hogy látom magam. Hát, mondjuk igen. Gondolj bele, itt 100 ember lenne, nehezen látnád magad. Te vagy már egy bot. Jó, olyan körülbelül 30-al lesztek úgyis. Én most az első körben nem jövök. Na nézzük. Az a safe zone. Oda kell bemennetek. Aha. Hoppá, hoppá, hoppá. Ja, csak megmutatta, hogy hol van, és aki nem mozog oda, az meghal. Oké, van, aki neki sétál a falnak. Oké. Kis Gica, ne légy öngyilkos! Ezt nem vágom teljesen, hogy ez miért, de oké. Okay. Igen. De miért sétálsz neki a falnak? Nézek, Purmi is. Miucsi is, inkább falnak ment. Hogy tudod megállítani magadat? Ja, az S-sel! Ah, értem! Tehát beírod, hogy... Tehát vagy azt írod be, hogy A, és akkor elindulsz balra, majd megnyomod az a felkiáltója S-t, akkor megáll, de ugye nagy a delay, vagy A-S-t írsz be, és akkor csak arrébb lép egyet. Értem. Tehát lehet folyamatosan menni, az mondjuk kemény lesz. Tehát lehet folyamatosan menni, és megállítani magad, vagy lépkedni. Hát a lépkedésre mondanám azt, hogy biztonságos, mert nézek, Kaustus is gondolom beírta a felkiáltójel D-t, és nem bírta időbe megállítani magát. Tehát itt AS-sel és DS-sel kell mozogni igazából szerintem. Tedd az ujjad a monitorra, tedd az ujjad a monitorra, mert nem fogod tudni, hogy hol volt az a csík. Hányan fogdossák most a monitorjukat? Panox már túlment. Panox szerintem már túlment. Szerintem ACM van jó helyen. Már nem. De nem tudom, ha rátette az ujját, akkor lehet. Nem tette rá az ujját, látod? Kellett volna az a Cellux? Piszok nagyon profi amúgy? Piszok profi. De csak azért, mert ő az ujját rakja a monitorra. És tudja, hogy hova kell állni. Na, ennyit a profizmusról. Igen. Segítek, az egeret odaviszem. Jó? Az egeret, nyugi, pont odavittem az egeret, ahol biztonságos. Bízhatsz bennem. Ott jó lesz, Loretta, ott jó lesz. Hát lehet, hogy egy picit vissza, arrébb vittem. Bocs.
trust issues. Nyomjatok még egyet. Streamerben ne bíz alapszabály. Kész, elvágtam magam. Loretta, innentől kezdve sose fog bennem bízni. Mjucsi egy varázsló lett. Na jó, én is bejövök. És én a VASD-vel mozgok? Nem tudom én mivel fogok mozogni, kíváncsi vagyok. Rule number one, never trust anyone. Tehát akkor abba se bízz, amit most ő mond. Ez ilyen. Na mehet. Ó, nekem úgy megy. Ó, látjátok, hogy én hogy mozgok? Ameddig nyomva tartom a VASD-nél ugye a mozgást, addig... ez azért nekem se a legjobb. Bazd meg. Hát ez így nekem is borzasztó rossz. Hát talán bemegyek. Akinek megvan a játék, az ugyanúgy mozog, mint én? Hű. Hű, az egy ilyen kengyelfutó gyalogkakuk. Most megpróbáltam sokáig nyomni. Hát, de ez se lesz elég. Hű, bazd meg! Én nem tudom, hogy nekem egyszerűbb-e vagy nektek. Ugye nekem is azt akarja beadni, hogy delay-es, hogy nyomom, és akkor egy ideig ott marad. Látod? Tehát, hogy amikor eléri nekem a csíkot, akkor mozgok. Vagy hát amikor beír a körbe. Oké. Tehát most nyomva tartom, elengedem, és amikor eléri a karikát a stop tábla, akkor állok meg. Hát ez kurva szar. Jó, hát ma meglátjuk. Úristen! Na jó, ráviszem az egeret. De hányan fognak a falnak sétálni? Igen. Hát hallod, Mjucsiék is neki sétáltak. Fia, ott a jó, ahol az egerem van! Most magammal nem baszok ki, ne aggódjál. Jó, Mjucsi, piszok szerintem már nem lesz jó helyen. Oké, hol lesz? Oda kell megállítani. Na figyeljél, megy a tax. Piszok veszélyesen él. Megy a gyalogkakuk. Most elengedem. Amúgy majdnem perfekt lett. Még egy picit tovább. Húha. Hú, bazd meg. Azért ez már nem viccel, ez már sebesen jön. Ott, na. Mennyi tesó? Még egy picit. Nem, bazd meg, ez nagyon delay-es. De még nekem is! De miért szopat engem a játék? Még egy kicsit menj arrébb, kakuk! Bazd meg, ott már meghalok. Jó! Ez az. New skin unlocked. Na, jobbat kapunk, mint a kaku... Az mi?
Young Witch. Nem kell a Young Witch. A makker. Ez szintiszta tudás volt. Na nézzük. Következő. Royal Invitation Game. Nincs delay, konkrétan a cseten. Ezt se szeretik az emberek. Max 60-an lehet játszani, és 5 perc. The king has invited his friends to the palace, and the streamer must coordinate their invitation without fail. Ez szerintem megint valami szar lesz. Oké. Okay. Na, hát joinoljatok, azt majd meglátjuk, mi lesz. Emotolni, standout, color name tag. Igen. Jó, bespónoltok. Hát eddig én se értem, hogy mi történik. Mindegy, bespónoltok. Sautner az egy szellem? Vagy az micsoda? Kislánya körből, az lehet. A Samantha volt? Lesz néhány ember, akit be kell engedned, és lesz, akit nem, és ki kell találnod, hogy ki az az egy. Ó. Jó, akkor start. Avidizod, the king, wants to see his 3 guest. You have 2 attempts. Hold F1 to display the invitation. Én nyomjak F1-et? Avidizod, close your eyes. Igen. De... Várjál, így nyitom ki, és akkor csak a chatet látom. Azért szóljatok már, hogy mikor kell elindítanom. Most esküszöm nektek, nem látom a képernyőt. Kukoro, the king wants to see his guest. The whole town has turned up waiting for the king invitation. F1, addig ne néz. Én most már elengedtem az F1-et. Igen, nem történik semmi. Jó, de akkor ez most... Várjál. Most nyomom az F1-et, most történik valami? Igen, jó, oké. Szóljatok, hogyha... Mondjatok, hogyha valamit kell csinálnom. Hiába csukom be a szemem, bazd meg, akkor nem látom a csetet. Oké, most elengedtem. Igen, elengedtem. És most mit csináljak? Visszanézhetsz. Jó. Mi történt? És most találd ki, ki az a 3, akit be kell engedned. Miközben én nyomtam az F1-et, ti láttátok, hogy ki az? Oké, és mi alapján? Mondjuk, tessék, ő? Ti tudjátok, és én nekem miből kellene tudnom? Tessék, legyen Laca és Ricsi. Igen. See the king. You may now proceed to the king's chamber. Igen. Azt levágták. Why did... Come in, I won't tell you off again. Aha. Maradt 2. De várjál, azt nem a... Na várjál. Az a 2, akit kiválasztottam, tehát Laca és Maul, azok tényleg invitáltak voltak? V-
Vagy a háromból csak egyre mondta meg, hogy... Azt mondja Lias, hogy őt. Jó. Benned bízhatok. Jó. Én nem értem, hogy mi történik. Igen, most a király rájuk néz. És őt levágják. Értem. The king wishes to see his friend. Attila, Lias és Kuncsu. Warning, this person is banned. Poor me. És most vége a játéknak. What? Vesztettem. Végül is li... Jó, de honnan kéne tudnom? Tehát nem értem. Összesen három... Azt... Tehát értem a játékot, srácok, hogy ameddig én nyomom az F1-et, ti látjátok, hogy kik a meghívottak. Addig én nem nézem. Elengedem az F1-et, utána már nézem, és ki kell választanom három embert. De én az alapján, hogy ti mit mondtok a cseten? De ez nettó fasság. Ja, én, hogy bízzak bennetek? Felejtsd el, hát ez egy tök hülyeség. Hát ez nagyon nagy hülyeség. De ennek nincs is értelme ennek a játéknak. Rondó game. Ezt sem szeretik az emberek, körülbelül 3 percig tart, közepes delay van a chattel, és max 17-en lehet játszani. Viewers must pass the ball each other before the streamer catches it. Ó, bazd meg. Labdát kell dobálnotok, és én vagyok a cica. Oké, én vagyok a cica, és így elkapom a labdát. És ti passzolgatjátok egymásnak. Aha. Jó, jó. Ha felkiáltójel képet rakod, vagy írod be, aki bent van a teambe és játszik, akkor magadnál tartod a labdát. Ha pedig beírod a felkiáltójel target username, akkor neki dobod a labdát. Aha. Jó. Tehát 17-en állhattok körbe, és én vagyok, akinek mennie kell a labdáért. Aha, ez kurva jó. Ez hogy a faszomba? Elkaptam! Oké. Okay. Aha. Hogy? Azt elkapta? Nem kaptam el. Na gyere! Most mi a fasz van? Jó, elvettem tőle. Oké, kis gica. Hopp! Hát, azt elkaptam. Hogy írtad be ilyen gyorsan? Hát, hallod? De hogy vagytok ilyen gyorsak? Egymáshoz passzolgatja csak? De hogy a faszomba nem kapom el a labdát, amikor itt állok? Na végre. De itt állok rajtatok, bazd meg! Halló! Megeszlek, lejár az időd. Te bazd meg. Jó, az megvan. Ó, ez is jó szar. Lias, beírta. Bence, beírta. Lias, elkaptam! Nem dobtam, mert blokkoltam. Bence,
Bence eldobta, bazd meg. Az Mewtwo-nak fog me... Nem. Hopp! Hát de... Az lefele... Az megint körbe, körbe. Füleltelek. Oké, okay, Mewtwo jobbra fogja do... Ő jobbra dobja. Hát te ugorj már, bazd meg! Azt mi nem koptam el? Na, tessék. A sima target az random dobja el. Ajá! Az ide jön, az ide. Na. Jó, hát ez egyértelmű volt, hogy ide fogja dobni. Azt nem mondta, hogy itt nem tudom elkapni. De. Hát, ez se tetszett. De én hogy tudok veszíteni ebbe? Nem tudom. De Danny nyert. Tehát, hogy így. Én hogy tudok nyerni, inkább az a kérdés. Tehát, hogy ezek után már inkább azt szeretném tudni, hogy én hogy tudok nyerni. Ez nem tetszett. Ja, hogy én sehogy. Ucsó, the dark rite has begun, so make sure the demon is invoked by you to win his favor. A popularity itt ki van húzva. Valami szektázós. Mi ez? 0-1-2-9-ig. Igen. Oké. Okay. Öten kell lenni egynél, és megidézni majd a démont. Aha. Na jó, akkor nézzük. Lássuk. És most mit csináltok? Mentek valahova? Igen. Ott nem tudom, így megszállja valami az embereket. Például Purmi, Kaustus, és Sautner már lila. Igen. És most meggyógyultak? Vagy mi történt? Hét ember van meglilázva. Fogalmam sincs, hogy mi történik, nekem se. Most már 10 ember van meglilázva. És álltok számok mellett. Lehet, hogy 5 ugyanolyan embernek kell állnia egy szám mellett, hogy megidézzétek a démont? Most látod, hogy még SMS-be is rád írt Mewtwo, hogy gyere kukorózni? Az igen. Itt fogalmam sincs, hogy mi történik. Nem tudom, akarjuk tudni? Controls. Streamer control click any pool. Jó. Interrupt
the ritual of the other dark wizards by staying next to the pool. Meanwhile, you wait for the dark spirits to imbue you and thus invoke the devil. Only 6 summoners will survive his wrath. Only 6 players imbued with darkness will be able to win by gathering in a pool. While waiting to get the darkness, you must prevent the other players from completing their rituals by blocking their pools. Dark imps are randomly assigned to each. Aha. És mitől? És hogy akadályozol meg bárkit? Például az ötösnél... Például az ötösnél most nagyon durva az a rituálé, hát hogy pörög az akar... Tehát aki... Értem. Nézzétek csak, a 8-asnál most pörög a karika. Ha odaáll egy olyan ember, aki még nincsen megátkozva, például Panox, akkor leállítja a rituálét. Most például Miucci állította le a 7-esen a rituálét. Értem. Például most lent a 8-ason, azt hiszem, vagy nem tudom, hanyas az, ott dur. Értem. Tehát aki nem fertőzött, vagy így megszállott, annak le kell állítania, még mielőtt befejeződne egy rituálé. Aha. És azok tudnak rituálét indítani, akik lilák? Ezek szerint? Gondolom. Nőcsi az 54-eshez akar menni. És hány másodperc alatt idézik meg az emberek például a 3-asnál most azt a cuccot? És ki állította meg a 3-asnál? Ott sikerült! Aha! Ja, és az a 6 ember nyer, aki megidézi sikeresen a démont. Hát ez is egy fasság. Na jó, hát srácok, az alsó soron végigmentünk. Szerintem most menjünk akkor kicsit másik gémmel játszani. Hát ez nagyon jó következő. Most menjünk és játszunk a Pummel Partival. Azzal én még nem játszottam, vagyis állítólag játszottam, de én nem emlékszem. Most ezen a streamen végigmentünk az alsó soron, majd a következő streamen megint megyünk a felső soron, jó? Pummel Party, let's go!